egyszer egy szegény ember, annak volt három fia. A legnagyobbikat nyakig lábnak, a másodikat csupa hájnak, a legkisebbiket málészájnak hívták. Ezek annyit tudtak enni, hogy az apjuk még kenyérből sem tudott nekik eleget adni. Egyszer azt mondja nekik, hogy menjenek már szolgálni, keressék meg a maguk kenyerét. Elindult a legnagyobbik, nyakig láb. Ment soká, találkozott egy öreg emberrel, az felfogadta szolgának egy esztendőre. Ahogy elmúlt az esztendő, az öreg azt mondja neki, adok neked egy asztalt, amiért jó szolgáltál. Ennek csak azt kell mondanod, terülj, terülj, asztalkám, és lesz rajta mindenféle. Örült nagyon nyakig láb, alig várta, hogy kiérjen a faluból. Egy bokor mellett aztán elővette az asztalt, s mondta tüstént neki, terülj, terülj, asztalkám. Hát lett azon annyi minden, ennivaló, innivaló, hogy nyakig láb szeme szája is elállt a csodálkozástól. Jól is lakott mindjárt, de úgy, hogy majd kirepett. Azzal indult hazafelé, talált útjában egy kocsmát, oda is betért, bement mindjárt a szobába. Terítetett az asztallal, jól lakott, aztán kért egy pohár bort. De amíg benn volt a kocsmáros, megleste, hogy mit csinál. Látta, hogy milyen asztala van ennek a legénynek. Hé, ha az ő kocsmájában olyan volna! Ahogy este lett, lefeküdtek. Nyakig láb is jó mélyen elaludt. A kocsmáros meg csak belopózott, és a csoda asztalt kicserélte egy másikkal, amelyik pontosan olyan volt, mint nyakig lábé. Másnap reggel nyakig láb újra elindult. Addig ment, míg haza nem ért. Otthon eldicsekedett, hogy milyen asztala van ő neki. No, lássuk, mondják a többiek. Igen, csak éhesek vagyunk, mind a hányan. Mondta szegény nyakig láb az asztalnak, hogy terülj, terülj, asztalkám, de bizaz nem terített. Hiába várt az egész család, hogy jól lakjanak, s mert nyakig láb így becsapta őket, kapták magukat, s jól elverték. Elindult most már a második gyerek, csupa háj. Az is ahhoz az öreghez érkezett, akinél nyakig láb szolgált. Őt is megfogadták egy esztendőre. Mikor kitelt az idő, az öreg őt is magához hívta. Fiam, a szolgálatodért neked is adok valamit. Itt van egy szamár. Ennek csak azt kell mondani, tüsszents, tüsszents, csacsiká, és annyi aranyat tüsszent neked, amennyit csak akarsz. Csupahány nagyobb megörült a szamárnak. El is indult vele hazafelé, útközben ő is betért a kocsmába, evett, ivott, amennyi a bőrébe fért, és azt mondta, hogy majd csak reggel fizet. De a szamarat magával vitte a szobába. Ahogy este lett, odaállította maga elé, és azt mondta neki, tüsszents, tüsszents, csacsikám. A csacsi egyezte a fülét, aztán elkezdett tüsszenteni. Tüsszentett is egy végből olyan sokat, hogy alig fért el a szobába. Csupaháj felszedte az aranyat és lefeküdt. De a kocsmáros a kulcslyukon ezt is megleste, mikor észrevette, hogy Csupaháj már alszik, bement a szobába hozzá, és a szamarat is elcserélte egy másikkal. Csupaháj vitte haza a csacsit, ő is nagyra volt vele, hogy mit szolgált. De amikor rászólt a szamár, hogy tüsszentsen, az bizony egyetlen aranyat sem tüsszentett a padlóra, hiába várták. Csupaháj se vitt el szárazon, őt is jól elverték. No, szegény apjuk már kétségbe volt esve, hogy egyik gyereke sem tud rajta segíteni. Elindította a legkisebbik fiát is, Málészájt,
Ez is elvetődött az öregemberhez, őt is felfogadták egy esztendőre szolgának. Mikor letelt a szolgálata, azt mondja neki az öreg, fiam, jutalom nélkül téged sem eresztelek el. Itt van egy zsák, ebben van egy furkó. Ennek csak azt kell mondani, ki a zsákból furkócskám, s akkor a furkó kiugrik, s azt verhetsz meg vele, akit akarsz. Málé szája hóna alá vette a furkót, és elindult vele hazafelé. Neki is útjába esett a kocsma, már nagyon éhes és szomjas volt, bement, evett, ivott, amennyi jól esett. A kocsmáros kérte tőle az árát, de Málé száj nem tudott fizetni, mert egy fillérje sem volt. A kocsmáros elkezdett lármázni, hogy ő bizony elveszi Málé száj gúnyáját, ha nem fizet, vagy pedig becsukatja. Erre Málé szájt is elfutotta a méreg, elővette a zsákot, és azt mondta, ki a zsákból furkócskám, verd meg a kocsmárost! A furkó csak kiugrott a zsákból, neki a kocsmárosnak, és csihi-puhi, elkezdte porolni. A kocsmárosnak hamar elege lett a verésből, elkezdett jakatni. Jaj, jaj, hagyd abba a verést, visszaadok mindent, amit a bátyáitól elloptak. Máli száj nagyot nézett. Mit lopott el kend az én bátyáimtól? Hát a terhűasztalt, meg az aranytüsszentő szamarat. De a furkó még fogvást ütötte a kocsmárost ez alatt is. Azt mondja Máli száj. Jó, ha visszaadod az asztalt meg a szamarat, akkor nem bántalak. Vissza, vissza, furkócskám, a zsákba. A furkó visszament. A kocsmáros megbehúzta az asztalt meg a szamarat, és odaadta Málé szájnak. Málé száj hazament, otthon elmondta a testvéreinek, hogyan szerezte vissza az asztalt is, meg a szamarat is. Volt már mit enni meg inni, volt pénz is, amennyit akartak. A szegény ember családja így aztán nagyon boldog lett, és még máig is élnek, ha meg nem haltak.